Na megmondom a frankót. Most komolyan. Először oltunk fel egy kis lámpát, vagy valami azért, hogy lehessen látni egyáltalán ugye engem. Aztán átrakjuk itt a videón, úgy szeretem dobálni a GoPro-t, tudjátok. Megmondom a frankót. Most értem haza az iskolából. Tiszta idegbeteg vagyok. Ugye, mint szoktam általában lenni. Na bazd meg, el is főborult. Iszunk egy kis flakonos vizet. Mert ebben nincs annyi baktérium, mint a csapvízbe, ugye tudjátok. Ja, Istenem. Annyi baj van, de annyi, hogy egyszerűen nem tudom, hogy most sírjak, vagy nevessek. De tényleg, szörnyűséges dolgokat élünk át a mai világban. Nagyon durva dolgokat. És úgy döntöttem, hogy egyébként még 5 óra van, tehát ilyenkor ugye 17 óra. Tényleg be van szakadva ez a rohadt tárgy, és itt egy kurva nagy lyuk, mindig beesek. 17 órakor még a kiskutyát nem szoktuk ugye levinni. Hanem majd 7 órakor szoktuk. De nem mindig, tehát na mindegy. A lényeg az, hogy most levisszük a kiskutyát. De legalábbis én nem tudom, hogy ti jöttök-e velem. Mert az nem mindjárt besötétedik. Nem tudok már beszélni se. Há? Nem ér annyit az egész, már világítanak a reklámok. A villanyok. A reklámok. Bele vagyok izébe a reklámokba. És belehúztam, vagy csak akartam? Jaj! Tanulni kell ilyen izéket, bazd meg. Ilyen 40-80 darab. Most 40 vagy 80? Na mindegy. Kurva hosszú dolgokat kell izélni, tanulmányozni. Magyarul nem tudom megtanulni, nemhogy németül. 40 darab kérdést. Örülök, ha magyarul elmondom a felét. Nemhogy németül, bazd meg. Hol élünk mi? Faszomat. Ezért vagyok most egyébként kiakadva. Tiszta idegbeteg vagyok. Úgyhogy inkább lemegyek 5 óra, akkor a kutyával hát előtt valami autóba, az meg azt akkor nem kell holnap iskolába menni. Ja, és ezt holnapra kéne megtanulni, ezt a 40 darab kérdést németül. Ezt utálom, amikor belehúzom direkt az okniba, hogy ne csúszom fel az szar, az csak azért is felcsúszik. Jó, van, míg elmegyünk. Mert látod, hogy öltözöd, azt már te is meg vagy szakkonva. Ebben a videó hiányom, mert teljesen ki vagyok, legalábbis én nekem hiányom van, hogy nem töltetem fel. Tegnap például, videóztam valamit, csak nem raktam fel, mert vasárnap volt, és ide nem értem rá, mert pihentem meg, loloztam. Ebből a gameplay-ekkel is el vagyok izélve. Már fel vannak írva, direkt felírtam ide ebbe a füzetbe, hogy miket kellene majd csinálni decemberben, ugye? Lesznek itt amúgy. De akkor elmondom ebbe a videóba, hogy mi lesz december, mi várható, ugye? Mert most már gameplay-eket nagyon kéne valamit gyártanom, valami videó felvevőt kéne találnom, mert a frap sem működik, az action működne, ha lenne pénz, azt akkor megvenném az egész programot 20-30 ezer forinté. Na mindegy, szóval az sem működik. Mi volt még? Videókám, azt hiszem, videókám 2. Na, az sem működik. Semmi nem működik ezen a gépen, bazd meg. Tehát valami olyan izét adjatok már nekem, valami nem tudom, ti mennyire szoktatok ilyen izéket nézni, vagy hallottatok-e róla, amiket most elmondtam hatokon kívül, hát ha van valami olyan izé, ami jó működik, és ingyenes legalább. De hát nincs ilyen.
Mai világban már ezért. Már a levegővé is lassan fizetni kell. De ilyet baznak, hogy a vízért fizetni kell. Ezt gondoltad, akkor már rá, hogy a vízért kéne fizetni. Még kell a víz az ingyen van, Isten ingyen adta nékünk. De egyébként is gondold már, most te itt folyik a csapból, ezt meg megiszod. Aztán kijön belőled, az visszafolyik a csatornába, ők azt megtisztítják 100 millió, 80 millió, 100 ezerszer, és újra megveszed. Szóval akkor nekik semmi izé nincs benne. Mi ebben a pénz? Én nem értem. Ott a rengeteg izé, 70%-a a földnek víz. Akkor miért kell nekünk fizetni érte? Azért, mert hogy ők megtisztítják biztos a tisztítási díj meg a izére. Gondolják ők ugye, hogy az olyan rohadt drága, az áram dolog. Pedig már az áramot is ingyen kéne, hogy adják, az is ingyen van. De hülye vagyok, én meg elviszem a cipőt. Az közben hónapra kell. Az áram is ingyen van, mert hallottam pontosan, hogy ha fölfognák egyetlen egy villámot fognának föl, már akkor egy teljes hétig nem kéne fizetni semmit, egy hétig az ilyen utcai lámpa, meg az ilyen szarokat. Annyi energiát tudnának fel, csak a idióták nem fogják föl, hogy lehetne másképpen csinálni. Vagy az is lehet, hogy már felfogták a villámot, csak hát ugyanazt nekik nem mondják el, hogy egyébként nekik ez nekik nem kerül semmibe szinte. Mert ha azt megértem, hogy akkor jó, fizessünk, de akkor se annyit, hanem, de ez nem ér, mert ők meggazdagodnak, bazd meg az egészből. Akkor fizessünk, oké, fizessünk, de annyit, hogy ne meggazdagodjanak, hanem éppen, hogy ők is izéljenek, megérje, nekik is azért csinál, mert nekünk is ugye megérje. Jó, nyilván nem azt mondom, hogy itt van izé, nem tudom mennyibe kerül itt a áram, meg az ilyen hülyeségeket. Nem is érdekel engem, addig örüljek, még nem tudom. Most hogy jött ez ide? Most fel vagyok baszta ebből a némettel, azt az miatt van az egész. Agyfasz. Ja. Most hiába viszem el a... Dobom ki a mindjárt az ablakon az egészet. Most hiába viszem el az utcára. Azt tudom, hol van. Mi ez? Na? Még éppen leértem úgy, hogy nincs azért teljesen sötét. Úgyhogy most viszem át az egész táskámat, mindent viszek át. Hónapra már igaz, össze van pakolva minden. Nem baj, átviszem a picsába. Bazen megtanulom. Gyere, ciszám! Hej, haj! Na, visszhangzik az egész ház. Visszhangzik az egész ház. Csókolom, Gizike. Merre tetszik menni? Húhaj, mi van itten a zsákutca, bazdmeg. Úgyhogy meg fogom tanulni az egészet. Ha németül nem is, majd akkor magyarul legalább, magyarul tudjak le valami kérdéset mondani. Ilyen izé, amúgy. Munka. Hát amikor ugye elmész egy ilyen hogy hívjákhoz?
vállalathoz, és akkor a főnök föltesz ilyen kérdéseket, amit szokott ugye egy ilyen munkavállalónak adni. Azokat a kérdéseket kell tudni. Németül meg magyarul. Majdnem azt mondtam, hogy németül meg angolul. Na! Reklámot nem kérünk. Én se kérek reklámot. Csak ingyen reklámot. Na! Mi újság van? Veletek. Megtakarítás 73%. Energiatakarékos szellőző monitorok. Micsoda? Monitorok tényleg van. Szellőző monitorok. Nem fasságokat kitálnak. A monitor nem szellőző monitorok, bazd meg. Almaszósz, az almaszósz. Nem volt ez a kis kedvedet? Meg. Amúgy mi rúzsában az iskolában? Mi teli van a tévé vele? A szakmunkásokkal. Hát igen. Szörnyű. Úgy tanulják. Szörnyű az élet. Hogy hát, jó legyen a szakmunkásoknak. Van itt egy pohár. Ne, ne kiabáljál! Maradj nyitton! Van itt egy pohár. Na, itt van. Jó? Ma ki van mosva? Lehet, hogy van benne egy kis köd az én énnek. Vagy egy kis csótány. Ja. Vagy egy kis csótány. Ettél, nem ettél, majd ezzel. Csak az a baj, hogy mostan eszel, akkor megint meszelsz. Mert lezabálod magadat, egy perc alatt, hozz ide Árpád, csak a ízét. Szeretnék kérni ásványvizet, tata. Kérek azt is. Ott van az ásványvíz az asszal alatt. Még hozz ide a tejpölt. Egy izé volt az a buszon. Folyatékos ember, elkezdett beszélni mindenféle műsor. Nem az a izégyerők volt, akit keresnek? De hogy nem tudom, én nem is érdekel engem. Hogy ilyen kikeres. Szakállas volt, egy kicsi szakállas. Nem érdekes. Na mindegy. Hátra mentem a buszon, azt izé. Azt. Jött a... Koma, ugye az már ott ült. Az hogy hírják volt. Ott beszél nekem minden hülyeséget, hogy... Mondom, mi van? Mi van benne? Mondom, mi van benne? Azt mutatta a táskáját. Nem volt berúgva? Nem volt berúgva, fogyatékos volt. Mutatta a táskáját, hogy mi van benne. Blablablablabla. Ja. Mondom, jó. Ja, neked nincsen. Érdekes volt amúgy, mert valamikor magyarul beszélt, aztán meg valamikor, hogy blablablablabla. Na mindegy. Valami fúró volt benne. Ilyen sárga fúró, vagy mi az Isten. Hallottak? Vagy el akarta adni? Vagy el akarta adni nekem, csak nem beszélt magyarul. Vagy nem tudom. Na megittem az első fröccsömet. Jó van, csak azért mondom, mostan ezt a fröccsöt iszod, aztán meg ezt a fröccsöt, utána meg az almaszószt. Az almaszószot csináljak egy ilyen rántottát? Nem kell rántottat. Vagy főzek tojást? Nem eszek tojást. Hányni fogok a tojástól? Akkor? Hány ingerem lesz tőle? Ja, csináljál tojást, izét. Tükör tojást, csak sárgája nélkül. Csak a fehérjét rak bele. Két tojásból csak a fehérjét. Azt úgy megeszem mellé. Sárgáját megadjuk oda a kutyának. Nem, a kutya nem eszi a tojást, nem tudtad? De múltkor is megette. Dehogy ötte? De megette. Lófaszt ötte, nyers tojást? Nem, rántva. Ja, úgy de esetleg a zsír miatt. Úgy megette.
De nem biztos, hogy mögötte. Tegnap evett csontot. És? Behozta a szobámba szokásához. De ott tettem őt. Szokásához híven a szőnyeget szétbaszta. Hát miért nem figyeltek oda? Picsára. Jaj, Istenem, Istenem, de várja! Na itt egy konyha videó. Na, végre van egy konyha videó. Ami megint nem konyha videó, mert már voltunk otthon is, meg az utcán is, meg már mindenhol voltunk. Itt a Luisa. Luzikának a szíve kitárva. Ez jó GoPro tartó. Tudjátok. Amúgy mi újság van? Sem. Mizébe. Kutrinka utcába. Hónap milyen Kutrinka napos utcába. Vagy? Nulla napos? Nulla napos. Anyád otthon van? Biztos, nem tudom. Hol van, nem tudod? Jó van, csak azért, mert a anyád se tud elérni, mi azonta. A nulladik órása vagy. De hát majd tudjátok, mit mi csináltok. Majd tudjuk mi. Mert már tél van, szerintem Sanyi nyolca jár, nem? Biztos. Ő is reméheti. Hogy áll a lába Sanyinak? Jó áll. Semmi baj? Még a fullász irány sem ment bele? Tik. Nagy zongora művész vagyok. Jaj, várjatok már, hova kéne menni, fel fogok borulni. Na, így, tanuljuk. Szépen. Megszámoltam pontosabban, 75 darab kérdés van aznak. 75 darab ilyen kérdés. Istenem, na jó van, kezdjük az egészet. Kezdjük is. Vágjunk bele a lesóba. Meséljen valamit magáról, ez az első kérdés van. Ez úgy van németű, hogy erzahlen sie etwas über sie. Nem tudom, hogy kell kiejteni. Angolos voltam, nem számít, mindegy. Aztán a második kérdés. Ugye ezek ilyen felvételi kérdések. Aztán második kérdés, hogy miért kellene nekünk önt alkalmazni, vagy miért kell nekünk önt alkalmazni. Tök mindegy, ugyanaz a kettő. Az meg Warm Sollten wir sie einstellen cuckombósítása. Jó, utána mit tud ön a mi, micsoda? A mi számunkra tenni, amit mások nem tudnak. Hol van? Itt van. Was können Sie für uns tun, was Andrea, vagy Andrea, nicht können. Ez a können, bazd meg, ez a kömény mag. Komolyan az jut eszembe róla mindig, ez a können, ez a kömény mag. Na jó van. Aztán miért szeretné ezt a munkát? Farmök, zi, diszen, jobb, vagy jobb. Jobb. Na, aztán nem mindig csak magyarul kezdjük, mondom most németű. Warm, kömmen, zi, zu, spájt, vagy... Hogy kell kiejteni, van egy S, meg van egy P, meg van egy ilyen A, vagy A betű, nem tudom, hogy kell mondani, van rajta kettő pötty, meg van egy ilyen T. Spakt, vagy spukt, vagy... Júj! Miért késett el ön? És akkor ennyi. Aztán itt ez a része, ez csak egy ilyen bevezető volt, ilyen feszültségoldó kérdések. Ugye ez a miért késett el ön, ez csak olyan, hogyha mondjuk nem is késtem el, fölteszi a kérdést, és akkor kíváncsi rá, hogy én most hogy fogok rá válaszolni, hogy háborodok, hogy te hülye nem is késtem el, vagy mi a faszról beszélt, akkor nyilván nem fognak felvenni. De azt mondom, hogy uram, hát én nem késtem el. Higgadtan elmondom neki, én nem késtem. Vagy nem tudom, valami ilyesmit beszéltünk, már nem is ne érdekel az egész. Na mindegy.
Aztán van a következő 20 kérdés, ezek a motiváció cuckombok. Utána van ilyen személyességi kérdések. Utána van olyan, hogy munkastílusa, vagy mi az Isten. Kulturális kérdések, meg személy. Jesség, de ilyen már volt, hogy személyes. Sérjük, ezek hülyék. Na mindegy. 75 darab kérdés, bazd. Magyarul nem tudom megtanulni, nem, hogy németül. Hagyjatok már engem békén. Semmi. Inkább lefekszek, azt alszok, hogy inkább gyertek, muzsikázunk. Hogy kezd bekapcsolni? Igen. Hogy kezd bekapcsolni? Be van kapcsolva? Ez hol van be? Ez oda van bedugva? És akkor ezt kell bedugni a 220-ba, aha. Aha. Na gyertek. Muzsikázunk.
rontottam el? Az ugye lehet, hogy ezek valamelyiket beírtad. Érted, vagy nem diktált az asszony? Aztat? Én nem tudom, valamit elbasztam nagyon. Lehet, hogy az egész el van csúszva, úgy még nem is tudom megtanulni. Hűj, már meg. No. Két perc alatt meg lehet tanulni, mert az van idejében, mit fog, mit gondol, mit tud, mennyit, milyen. Ezeket tudnod kell. Persze. Na hát akkor. Hajlandó lenne megölni egy malacot? Igen. Mi van ide írva? Amikor valami azt mondta, hogy németi tanulok, én csak németi tanulok. Ide van írva, hajlandó lenne-e az állása miatt, hallod Árpád, gyere csak ide! Gyere ide! Ha! Üdvözlej, te hogy jöttél ide ilyen gyorsan? Elég még a bent voltunk a szobában, te meg hogy jöttél ide? Ki? Hát te. A nézőim még nem láttak téged, hogy hogy érkeztél ide. Azt se tudják, hogy hun vagyunk. Csak azt tudják, hogy agyfasz kaptam a némettől. Ezt mamáik már kívülről fújják a németet. Álmában a nyelvet azt mondja. Hallod? Odaadtam nekik a papírt. Na, akkor olvassuk. Anzalzribzrupszi. Ne nézzél. Mit nézzél? Úgyhogy... Bassza meg, nem. Ez olyan nehéz. Anyukám 75 mondatot, vagy mi a szar ez? Kérdés. Hallod? 75 kérdés megtanulni. Hát magyarul nem tudom megtanulni, nem, hogy németül. De tényleg amúgy. Hát magyarul nem tudok, nem, hogy németül. Hogy lehet, hogy németet tanítani, hogy nincsen tankönyv? Ja, azt hittem, azt mondod, hogy hogy lehet németet tanítani, úgyhogy nem tudsz magyarul. De amúgy kajakra. Hát, bazd meg. Megbukok a gecibe. Megígértek, valamit nem tartották be a szagukat. Apjuk ennyi... faszát. Azt mondták, kipróbálhatod. Kipróbáltam. Nem tetszik, visszaállhatsz a másik. Apjuk faszát. Szóltál, hogy nem tetszik. Fogjad már légy szíves, mert engem zavarod a kutya. Nem. Akkor nyalják ki. És ezt veszed? Persze, hát megy fel YouTube-ra. Hát főbasztam magamat rajta. Na nézd meg a konyhába. Az a izé. Erzsike. Ez egy hapsa, nem baj? Nem, az egy nő. Ez egy fickó. Mondom, hogy a nő. Erzsik. Már integet, nem látod? Özsi. Most volt a négy nála. Te nem nézd a bármát. Úgyhogy most sötét van amúgy, tényleg még nem is voltunk annyira ilyen este ilyen GoPro-val. Este van, kicsi nyugalom. Mindegy, most a hangok a lényegek. Hangok a lényeg. Hallod? Mi van? A Ludwignek az oszlop megy, neki nem a fa. Júj! Nem kellett volna meginni az utolsó felest. Ez szuper. Mondtam neked, hogy ne kínálj az. Már ne elég volt nekem a kettő. Lenyomtad rajtam a harmadikat, azt már nem is találok haza. Holnap hogy megyek ki iskolába, nulladik órára tessére? Majd tanárbácsinak szól. Körbe fogok futni. Azt akartam, hogy körbe, azt kurvát mondtam. Vagy kurva mondtam, vagy mit mondtam már. Kurva. Nem Ludwig Kával, hanem kurva. Júj! Na gyerünk. Egyszer te is hiányozhatsz a nulladik egyszer. Szeret. Nézd már itt az oszlop. Vagy az idő, mi az már? Tényleg nem tudom. Fotel. Fasz. Hú. Meg kell mondani a tanárbácsinak, hogy tanárbácsi, nem lehetne egyszer, hogy én is hiányozzak a nulladik óráról, mint a többi osztálytársam rendszeresen. Ja. Én csak egy alkalmat kérek. Szex. Csak mi is ide? Mi a fasz? Nem biztos, hogy látják, mert én sem látom. Amúgy... Szex csak mosolyog. Szex csak mosolyog. Mi van? Nem értem én. Én se, ez ilyen izé. Agyfasz. Ez olyan, mintha azt mondod, hogy Katica meg Bogár. Hallod?
mondom a kollégáknak, hogy izé, kérek zacskót. Azt mondják, nincsen. Hát de mondom, hogy nincs az a nagy? Azt mondják, a zsák. Hát mondom, nem mindegy, hogy zacskó vagy zsák, de most nem. De nem. Most az volt a lényeg, nem az, hogy most hogy hívják, hanem az, hogy nekem adjanak valami szart, amivel el tudjam vinni. Tőlem adhattak volna a dobozt is, nekem egy kutya. Hát arról, hogy a hungarocert el kellett volna, hogy vinjem, a göngyöl, nem a göngyölet, hanem a szelektívet el kellett, hogy vinjem. De nem adtak mellé zacskót, vagy zsákot, vagy tök mindegy, hogy hogy hívjuk, kuka semmit. Kuka zacsi, kuka zsák. És azt mondják, hogy nincs, hát sajnálják, bazd meg. Beviszek már nekik egy kilót. 200 forint, bazd meg a boltba. Hát főbasszak agyilag. De ezt is már régóta el akartam mondani, csak nem videóztam azt már Most jött rám. Mert ma ilyen idegbeteg napon volt tényleg. Hazajöttem az iskolából, ettől németül kiakadtam, hogy hónapra dolgozat, meg 75-2. De hát én ezt nem lehet megcsinálni. Jó, hát én meg azon akadtam ki, hogy a Penny bát akarták kúrni a fejét. Olyat mondjál, amit föl lehet rakni YouTube-ra. Hát a Penny! De reklámot ne nyomjál bele. Lelopták a Robét? Úton útfélen átkúrják az embert a pénztárt. De miért? Mert mit csináltak? Azért, mert két tétel helyett hármat ütött be, és utána meg megrágalmazott, hogy én elloptam azt az egy tételt. Igen. Mondtam, hogy mutassam meg a szatyromba, ha meg olyan szoktak csinálni, hogy tudod, hogy mondjuk veszek kettő joghurtot, az hármat írnak be. Azt a hülye vagy nem veszed észre, azt kifizetett, bazd meg. Igen, én múltkor észrevettem, azt ráordítottam az öreg asszonyra. Ja, jaj, elnézést! Jaj, csak féletlen volt! Igen, nekem meg azt mondta, hogy mutassam meg a biztonságőrnek a szatyromat, mert én tettem el. Hát mondom, én biztos, hogy nem tettem el. Itt van benne két darab cucc, amiből hármat ütött be. Tanultam az erdei gombákat. És azt mondja, hogy adjam meg az adataimat. Mondom, miért adnám meg az adatomat? Apja faszát. Tanultam az erdei gombákat. Van a vargány gomba. De most annak mi közel a Pennyhez? Tudom. Nem, amúgy most néztem a izét, a fát. Azt van rajta gomba, azt most eszembe jutott, hogy van a vargány gomba, van az őzláb gomba, van a szarvas gomba, az a rohadrága. Meg van, hagyd mondjam már végig. De hát én sem hagytatok. Meg van a, mi az Isten, az a másik, az a róka gomba. Ebből csinálnak ilyen gomba mixet. És ezt adják oda az étterembe. És akkor a végén Imrét megrágalmaz, hogy így loptam állítani. Szeretnéd csinálni egy saját videót az én csatornámra? Úgy, mint Pinky, hogy otthon beállítjuk a kamerát, elmondod a mondani valódat. Én így mondtam el, hogy nem lássák az arcomat. Hát tudják, hogy ki vagy. Mindenki tudja. Ha. Vigyázz, csak előtt az oszlop. Az autónak hívják. Mindegy az. Mai világban már nem számít semmi. De nem, én adjam meg az adataimat. Nem követtem el azt a dolgot, hanem a drága látós pénztáros volt balfesz. Hallod, én nem tudom, mit csináltunk ma, de... Valami van a levegőben. Van valami a levegőben, van egy nóta is, hanem hogy tessi órán, nem tudom már mi volt, de nekem olyan izom, én most is alítok meg. Vagy lehet, hogy nem is izétől van, hanem csak attól, hogy kettő gatya van rajtam, és úgy érzem, mintha izomlázom lenne, de nincs, csak nem tudom annyira felhajtítani a lábomat, mert én tudod, ilyen hajlékony szoktam lenni. És olyan rossz érzés, amikor le vagyok tapadva a talajra, amikor én így föl tudom emelni a lábomat két méter magasba. Hú, hallod? Hallod, lefagy a... Látom, lefagy a kezem, bazd. Lefagy a kezem. Csupa flitter. Jaj, édes kis csillagvirágzatom. Jó reggelt. Sokat aludtál éjszaka? Nem sokat, megyek aludni mindjárt. Ilyenkor? Hogy csinál ez a rohadt fasz? Ez szar, megint elkúrták. Állandóan elkúrják, én meg fizetem a drága közös költséget. Én vagyok a ház az együli, aki tisztességesen, pontos időre... Nem mi vagyunk azok az emberek, akik mindig befizetjük a szart. Másnak meg másfél milliós tartozása van. Ja. Ezt nem rakják ki, bazd meg. Én egyszer merném nem befizetni a közös költséget. 100 forintot nem fizetsz be, már raknak ki, bazd meg. Tudja, hogy kiraknának. Azt mi vagyunk az elsők, akik befizetik. Van valami a levegőben. Valami biztos, hogy valami nem megbasz az ideg.
Te mosod a kutyát. Én. Na. Te van mész. Én megyek, azt rakom fel a videót. Na jó, ma kint alszunk.